A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a Fehérvár Televízió családmagazinját látják. A stúdióban most is érkeztek szakértők az előző adás folytatásaként, hiszen témánk a függőségek, amelyek bizony a család életét nem hogy érintik, de fel is poríthatják. Ezért is gondoltuk, hogy nagyon-nagyon fontos ezzel foglalkozni. Ha más nem, ahogy mondani szoktuk, most sem tanácsot akarunk adni feltétlenül, csak egy kicsit elgondolkodtatni, és talán ebben a témában reményt adni. A stúdióban nagy szeretettel köszöntöm Fekete Cseri Zsuzsannát, a Kerekvilágház Alapítvány szakmai vezetőjét. Szervusz Csilla, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Köszöntöm Farnas István Gézát, a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Ambulancia intézmény vezetőjét. Köszöntök én is mindenkit. És szintén az intézmény képviseletében nagy szeretettel köszöntöm dr. Sörédi Pál, pszichiátert, addiktológus főorvost. Köszönöm, üdvözlöm a nézőket. Bizony fontos a téma, előző műsorunkban talán egy kicsit felvezetés volt, hiszen azt bontszolgattuk, hogy mitől is alakulhat ki a függőség. Itt is nehéz, mert mi most általánosságokról kell, hogy beszéljünk, de biztos vagyok benne, hogy egyénenként más okokat lehet felvonultatni. Tényleg, amikor valaki jelentkezik, segítséget kér bármelyikötöktől ebben a témában, az első, hogy azt kell nyomozni, hogy mitől alakult ki nála ez a probléma, legyen az még mindig bármilyen függőség? Ezzel is foglalkozunk természetesen. Ez elengedhetetlen, hogy milyen környezetből jön és kér segítséget az egyén. Ezek nagyon fontos tényezők, hogy kikkel él együtt, esetleg milyen traumákon ment keresztül az élete, és hogy mi okozza azt a krízist, amiben most van, hogy most kér segítséget. Ezeket a belső mozgatóerőket ki kell használni, ilyenkor erre építeni kell, és el kell kezdeni minél hamarabb a gondozást, a terápiát, és nagyon lényeges, hogy ezeket az első pillanatokban, az első konzultáció során megtudjuk, hogy mi vezetett ide, és ezekkel foglalkozunk majd nyilván a gondozás során. Tehát szükség lehet mondjuk gyerekkorból hozott elakadások oldására? Hát a terápia során a későbbiekben igen, de amikor találkozunk egy előre haladott állapotú függővel, aki megjelenik alkoholmegvonás tüneteivel, egekben levő vérnyomással, pulzussal remegve és verítékezve, akkor nyilván nem ez az elsődleges, hanem akkor valami módon le kell állni, és megpróbálni stabilizálni az állapotot. Aztán természetesen az állapot megértéséhez és az abban való segítség, tehát ugye a segítség folyamatában, hogy ő az életét aztán helyre tegye, nyilván fontos az okok, a hátterek, körülmények, genetikai hajlam, korai minták, traumák, az élethelyzet aktuális változásai, a csoportnyomás, a sok minden egyébnek ugye az áttekintése és az ebben való eligazodás. Hiszen nincs két egyforma ember az alkohol problémában sem. Tehát ugye nyilván van, aki korai életkortól kezdve már tinédzserként elkezdi, és az sem ritka, hogy valaki leél egy józan életet, és a nyugdíjba vonulás kapcsán azt követően nem találja a helyét, és elkezd inni. Tehát azzal is találkozunk, ugye a késői kezdetű alkohol problémákkal. Zsuzsi, te neked mi a véleményed ezzel kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy inkább ezen a területen a prevencióban dolgozunk. Tehát azok a gyerekek, azok a családok, akik hozzánk fordulnak, ő náluk a probléma az a legritkább esetben a szenvedély, de előfordul, és hogyha ez előfordul, akkor nekünk is kell külső segítséget kérnünk természetesen, mert ez nekünk már nem szakterületünk. Az egy nagyon fontos dolog, hogy ezt felismerjük, hogy egyáltalán ilyen a háttérben van.
Tehát mi mindenképpen igyekszünk a családokat abba az irányba vinni a kommunikációt velük, hogy valódi élethelyzetet ismerjünk meg, és ne maradjon szőnyeg alatt, és eltakarva, és elfedve, és valamilyen más csúcs problémával keresnek meg bennünket. Tehát igen, élünk azzal a dologgal, hogy feltételezzük, hogy ha esetleg ilyesmi van a háttérben, akkor arra is oda tudjunk figyelni. De ahogy mondom, nekünk elsődlegesen a prevenció, tehát az a gyerek, akivel minket megkeresnek, mert magatartás zavaros, mert figyelem zavaros, mert tanulási nehézsége van, annak a gyereknek bizony-bizony, hogyha ezt időben tudjuk rendezni, ezeket a problémáit, akkor lehet, hogy egy későbbi addikciót fogunk tudni megelőzni vele. Tehát ezt én nagyon-nagyon fontos dolognak tartom mindenképpen. Azt ígértük az előző műsorban, hogy a drog és az alkohol függőségre figyelünk jobban ebben a műsorban, hiszen a legtöbb problémát ez okozza. És az első a felismerés valójában, mert ugye alkoholt valamilyen szinten, ha nem is mindenki, de azért sokan isznak. Mikortól kell odafigyelni, hogy hoho, itt előbb-utóbb lépni kell? Tehát mi az a szint, aminél azt kell mondani, hogy ez már így nem lesz jó? Tehát természetesen lehetne objektív mennyiségekről beszélni, vannak ilyen skálák, ilyen standard alkoholmennyiségek, hogy ennyit iszik, annyit iszik, de ha most teljesen lecsupaszítjuk, és egy hétköznapi szituációban érthetővé próbáljuk tenni, akkor én azt gondolom, hogy ott van egy határvonal, hogy kell. Tehát, hogy ha tudok egy társaságban inni egy pohár bort, vagy kettőt, de tudok nem inni is, és nem érdekes, akkor ugye egy szociális fogyasztó vagyok, aki esetleg egy ebédhez passzoló fogáshoz, egy fogáshoz passzoló italt megiszik. Tehát nem ebben van a probléma. Abban van a probléma, amikor nem lehet elképzelni helyzeteket, ünnepeket, időpontokat, alkalmakat, napokat, annélkül, hogy alkoholt fogyasszon az illető. Tehát akkor már ez akkor már itt nehézségek vannak. És akkor természetesen ennek vannak fokozatai, hogy ez elvezete odáig, hogy fontos kötelességeimben, feladataimban, családi kapcsolataimban, hogy bármi másban ez gátol. És annak ellenére is csinálom, hogy van visszajelzés, hogy ez nem oké. Hogy a házastársam vagy a gyerekem jelzi, hogy oké, nem vagy agresszív, nincs baj, nincs kiabálás, nincs veszekedés, de használhatatlan vagy. Mert este megiszod a magadét, és nem lehet veled beszélni. Tehát ugye ezek olyan fokozatok, amik épülgetnek egymásra. Ugye ezt a szintet azért ezt már a káros vagy visszaélő szintű használatnak nevezzük. És akkor, ha tovább terjed a dolog, és ugye ha nincs alkohol, akkor már jönnek a megvonásos tünetek, a remegés, vagy a másnap már azzal kell indítani, hogy egyáltalán el tudjam kezdeni a napot, az pedig nyilván az már a függőségnek a szintje. Nagyon nehéz az, amikor nem vallja be magának sem az, aki az alkohollal él, hogy neki ez probléma, elfogadottnak tartja, vagy saját magát is becsapja ezzel. Ott persze nehezen, nem is értem, mi ennek a háttere, tehát mi történik az ő fejében, aki végül is elvileg tudnia kell, hogy megiszik naponta két üveg bort, hogy ez nem normális. Tehát, hogy miért alakulhat az ki, hogy valaki nem vallja be saját magának sem, hogy ő alkoholista? Talán egy példa jut eszembe a hétköznapi munkánkból. Egy három gyermekes családapa, üzletvezető, azt mondja, hogy a reggeli indulásom az mindig egy feszült indulás, mert hogy tudom, hogy az adott napon mennyi feladat vár rám, és már kedden és szerdán arra gondolok, hogy alig várom már a péntek délutánt, amikor végre ezekkel a szavakkal, ugyanazokkal a szavakkal mondom, végre kisüthetem az agyam, hogy egy kicsit szabaduljak ettől a stressztől, ettől a túl feszített tempótól. Három gyermekes családapa,
Egy másik esetben egy 4 gyermekes családapa, szintén magas beosztásban egyetemi oktató, magasan kvalifikált személy, aki egy tovább léptetésnek a kudarcát valahogy úgy tudta feldolgozni, hogy rendszeresebben ivott, majd ez a néhány hónap alatt eléggé átbillentette a rendszeres fogyasztásba. Ez azt jelentette már, hogy minden este alkoholt fogyasztott, csak hogy eljött az a pont, amikor a család elfordult tőle, hogy itt veled valami baj van, mert amióta volt ez a 2 évvel ezelőtt ez a probléma, hogy téged nem léptettek előre, ezt nem tudtad feldolgozni. Alkohollal dolgozott fel azóta is, és ezzel kellett dolgoznunk, hogy tulajdonképpen ő ott elakadt. És ezzel próbálta ezt a fájdalmát valahogy feldolgozni. Miközben nem foglalkozott a családdal. Az elképzelhetetlen, hogy valaki dopingszernek használja az alkoholt? Tehát, hogy azért, hogy még többet tudjon csinálni? Van ilyen? Hát viszonylag mérsékelt alkoholbevitelnek az első hatása az egyfajta euforizáló hatás. Tehát igen, tehát lehet az, hogy bedobunk egy felest, és akkor jobban megy a dolog. Tehát lehet egy ilyen fázis, csak ugye... Már most mondom, hogy tudjuk, mihez vezet, nem kell ezt kipróbálni. Tehát, hogy egy idő után nem fogja megadni azt az eredményt, és akkor már nem egy kell, hanem 2, és az alkoholnak azért van egy olyan tulajdonsága, hogy akkor viszont már nem ez a kellemes ellazító hatás jön előtérbe, hanem kiüti magát. Tehát, hogy akkor viszont már használhatatlan lesz. És akkor ugye ez a hagyományos falusi disznóöléskor, ugye, ami indul a pálinkával, de aztán a végén kiszúr meg kit. Tehát, hogy ez már, ugye, ha túlzásba viszik, akkor már ez is esetleg gond lehet, balesethez vezet. Tud-e bármit tenni a közvetlen környezet, hogyha észleli ezt a problémát, vagy ez csak kívülről javítható? Nem mertem a gyógyítani szót használni. Lehet-e? Tehát, hogy a családba ezt tapasztalják. Nagyon nehéz, főleg azzal, aki nem fogadja el. Nehéz vele beszélni is, mert ő már egy másfajta gőzben él. Én azt gondolom, hogy feltétlenül igen. A családban bármelyik tag, akár szülő, akár gyermek, bármelyik szülő valamilyen függőségben él, ha valamelyik családtag ezt érzékeli, akkor azonnal segítséget lehet kérni. És elkezdődik egy folyamat, hogy ha ő elkezd változni, akkor elkezd változni, ő hatással lesz az egész rendszerre. Általában 3-6 hónap után meg szoktak érkezni a házastársak, vagy az élettársak, akik függőségben élnek. És vagy elkezdődik, általában a gyermekekre azért a szülők még tudnak annyi hatást gyakorolni, hogy akkor, hogyha családkonzultációra invitáljuk őket, akkor bejön az egész család. De feltétlenül külső segítséget kell kérni, mert hogy ha valamelyik családban függő ember él, akkor az egész családot tulajdonképpen egy függő összes jellemzőivel, egy diszfunkcionális családban, egy családi rendszerben él mindenki, és ez hatással lesz a következő generációra és a következőre, és ez egy folyamatosan ismétlődő minta lesz. Nekem az jutott most eszembe, mert hogy a kérdésed az arra vonatkozott, hogy megoldható-e ez családon belül. Ugye? Igen, ezt igen. Szeretted volna tudni. De én azt gondolom, hogy erre nagyon kevés példa van, hogy ezt családon belül meg lehet oldani. Tehát ez túlmutat a család keretein. Már csak azért is, mert még ha szakember vagy, és teszem azt, és a te családodba veszel ilyet észre, akkor is érintett vagy a dologban, és innentől kezdve nem tudsz a terapeuta lenni. Ezt jól értem? Igen, én azt tenném hozzá, hogy igen, kell a külső segítség, de ugye itt arra vonatkozott a kérdés, hogy mit lehet tenni, mit tehet a hozzátartozó. Tehát ugye az elhallgatás
sem jó, vagy az a legrosszabb. Tehát ugye ma már ez talán egyre kevésbé jellemző, mert az emberek hosszú távon nem bírják ki, és akkor szétmegy a kapcsolat, vagy elválnak, vagy nem tudom. De a régebbi időkben sokkal, sokkal inkább volt egy olyan jelenség, de azért ma sem ismeretlen, hogy a házastárs falaz neki. Tehát, hogy szégyen, hogy iszik, és ne derüljön ki, és akkor tartsunk fenn egy látszatot, ne is beszéljünk róla, és akkor valahogy így szőnyeg alá söprődik a történet, és akkor az illető meg hát iszik, és közben van egy diszfunkcionális család, aki szenved csöndbe, és ugye nem történik semmi. Tehát ugye ennél sokkal jobb akkor is a tükörtartás, hogy ez nem oké, hogy ez gond, hogy probléma van, menjünk ki, keressünk segítséget, és ugye ha optimális csak a viszonyok, akkor nyilván a partner abban támogatóan vesz részt, de kell a külső segítség. Próbáljunk elképzelni egy olyan szituációt, hogy van egy egyén, aki a Jobbik fajta, mert ő elismeri magának, tehát felismeri a problémát, hogy neki túlságosan fontossá vált a napontani alkoholhoz való nyúlás, és persze szégyeli, nyilván szégyeli, mondjuk az egzisztenciáját is félti, nem is akarja, hogy kiderüljön, és elkezdi olvasni a doktor internetet, ismerjük mindannyian, hogy akkor itt én magam mit tehetek egy magam, hogy tudok megszabadulni ettől ettől a függőségtől. Talál megoldást? Hát, hogyha beírja azt, hogy révambulancia, akkor valószínűleg elég hamar, mert hogy elég hamar szoktunk időpontot adni, és mi is titoktartás mellett működtetjük a gondozást, tehát a terápia úgy zajlik, hogy figyelünk arra, hogy amikor megérkezik valaki, akkor lehetőleg ne találkozzon senkivel, csak a segítővel, és félre lehet vonulni, vannak egyéni konzultációs szobák, ahol teljes titoktartás mellett zajlik a gondozás. Tehát én azt gondolom, hogy külső segítséget kell kérni, én is azt gondolom mindenképpen, és nem derül ez ki, hogyha elkezdődik a folyamat. Milyen folyamat következik? Tehát hogy kell elképzelni az alkoholról való leszoktatást? Hosszú, lehet, hogy hónapok, lehet, hogy évek, de mégis ez egy milyen folyamat, mi minden történik? Hát sokféle történet van, de mondjuk egy tipikus történet, ami nálunk megeshet a révambulancián, hogy valaki bejön, mert hogy valami okból van már némi motivációja arra, hogy változtasson az életén, és akkor találkozik egy kollégával, aki felveszi, és kap viszonylag az elején egy orvosi időpontot is hozzám, akkor ott áttekintjük a testi állapotát, betegségeit, az alkohollal kapcsolatos történetet, az aktuális fogyasztást, vagy hogy mióta nem fogyaszt, hogy vannak megvonásos tünetei, nincsenek, az milyen súlyos, hogy ha éppen van megvonásos tünete, az olyan szintű, hogy őt most azonnal kórházba kell befektetni, mert lehet az alkohol megvonásnak egy olyan fázisa, ami már közel van ugye a delíriumhoz, az akár életveszélyig terjedhető vegetatív idegrendszeri felborulást jelent. De ha nem erről van szó, hanem egy sokkal enyhébb fázisról, akkor van-e szükség arra, hogy valami gyógyszeres kezelésbe is részesüljön, vagy nincs rá szükség, vagy megajánlhatunk neki olyan gyógyszert, ami mellett nem tud inni, hogy ez egy drasztikus döntést kíván, de azt is monitorozni kell, hogy a testi állapota ezt lehetővé teszi-e, mert ugye, ha ráinna, akkor baj lenne. És akkor tehát az első, hogy álljon le. Tehát az a kiinduló pont, hogy érjük el a nulla fogyasztást, és ez történjen minimum egy hónapig, vagy kicsit tovább, mert akkor egy második találkozás keretében akkor tudok arról valamit mondani, hogy egyébként az ő pszichés állapota milyen. Tehát, hogy van-e olyan pszichiátriai probléma,
amit ő az alkohollal próbált enyhíteni. Ugye lehet egy ilyen depresszió, lehetnek különböző szorongásos problémák, a pánikzavartól kezdve a szociális fóbiáig, akármi, mert ezeket az állapotokat igazából nem lehet diagnosztizálni egy olyan szituációban, amikor még mindig iszik. Az alkohol ugyanis egy mesterséges depressziót is előállít, amikor hosszú távon iszik valaki. Ugye valamennyi kémiai szert, amit visszaélésszerűen lehet használni, be tudunk sorolni három egyszerű kategóriába. Vannak olyanok, amelyek az idegrendszert lenyomják. Ezekbe tartozik az alkohol, ebbe tartoznak az opiátok, ugye a heroin, a kábítószerek egy jelentős része, fájdalomcsillapítók, nyugtatók, altatók. Aztán van egy másik, amelyik az idegrendszert föltuningolja, ezek a stimulánsok, ugye az amfetamin, kokain és ezeknek a szintetikus verziói. És van egy harmadik társaság, amelyik tudatmódosítást végez, ugye halucinációkat, stb. Okoz, ezek a különböző ilyen parti drogok. És tehát az alkohol az mindent nyom. Első körben elnyomja a szorongást, enyhíti, ezért szoktak inni, de ha tartós, hosszú idejű, nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, az a hangulatot is, hangulati életet is lenyomva tartja. Tehát van egy mesterségesen kialakult depresszió, amit vagy elmélyült depresszió, ha már volt eleve egy ilyen állapota, és az alkohol elhagyásával látjuk meg azt, hogy mi az alapállapot, mi a kiinduló pont. Tehát van-e ott kezelendő, vagy nincs. Ha nincs, akkor az a további lépés, hogy a kolléga, aki az esetet viszi a révambulancián, a visszaesés prevencióval foglalkozzon, hogy ne essen vissza, illetve a motivációt tovább fokozzuk, illetve ha kiderül, hogy az egésznek a fenntartásához jelentős mértékben hozzájárul, vagy esetleg okoz egy súlyos egyensúlytalanság a családi rendszerbe, akkor esetleg szóba kerül a családterápia. De az mindenképpen már egy stabil józan állapot kell hozzá. Örülök, hogy visszatértünk a családhoz, és akkor most Zsuzsihoz fordulnék. Egy gyerek, aki olyan körülmények között nő fel, ahol az egyik szülő alkohol problémával küzd, vagy nem küzd, mert elfogadja, hogy így van. Milyen hatással lesz ez a gyerek életére és fejlődésére? Hát nagyon markáns hatással lesz, mert ugye ez a szülő, ahogy beszéltünk is róla, hogy amikor kiüti magát a szülő, akkor gyakorlatilag nincs jelen. Tehát testében ott van, de használhatatlan, ugye ez a szó hangzott erre, hogy használhatatlan. De ennek csak ez az egyik része, a másik része az, amíg eljut a szülő odáig, hogy kiüti magát, addig különböző fokozatai vannak. És bizony van olyan, aki agresszív lesz, van olyan, aki olyan viselkedést mutat, ami kifejezetten bántalmazó a gyerekekre nézve. Tehát ezeket azért nagyon korán meg kell találni, és nagyon korán kell a gyerekeknek segítséget adni. Az, hogy rányomja a gyerekre a bélyegét, ez a dolog, az biztos. Egyrészt ugye van genetikai hajlam, erről is szó esett, másrészt van egy viselkedési minta. Tehát, hogyha a gyerek azt tanulja meg, hogy ha te szorongsz, ha te félsz, ha te izgulsz, ha te neked túl nagy a nyomás, akkor dobja ezt, vagy azt egy felest, vagy nem tudom én ki mit használ, teljesen mindegy, de az végeredmény szinte ugyanaz, akkor ő előtte van egy ilyen minta, hogy ezt lehet kipróbálni, ezt lehet csinálni. És akkor alig várja, hogy eljusson abba a korba, hogy ő is ezt meg tudja tenni. Még akkor is, ha szenved tőle. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon bonyolult és összetett folyamat. Erre nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, és nagyon kiemelten, és ahogy István is mondta, ha alkoholbeteg van a családban, akkor ott az a család egész struktúráját érinti. Természetesen, mivel a legkiszolgáltatottabb a gyerek a legkiszolgáltatottabb ebben a helyzetben is. Tehát őneki kell a leginkább olyan segítséget adni, hogy a felnőtteket úgy pozícionálni, hogy a gyerek megkapja azt a fajta ellátást, amit kell, ha nem, akkor sajnos kiemelik a gyereket a családból. El tudom képzelni, hogy a gyerek küzd a titok viselésével, ugye, hogy az osztálytársak előtt, meg az ismerősök előtt neki ezt titkolni kell, és valahol ott van benne egy szégyenérzet, ami már a jellemén változtathat. Persze, hát alapvetően a szégyennel együtt élni, meg a titok a családban, az mindig rányomja a család struktúrájára, meg a család kommunikációjára, meg mindenféle mindennapjaira ezt a bélyegét és a család összes tagjára.
Tehát, hogyha ezt titkolni kell, akkor mindenféleképpen megnehezíti az életét, de még egyszer mondom, itt a legnagyobb gond az az, hogy elhanyagoltságban lesz a gyerek, és az elhanyagolt gyerek az mindig veszélyeztetett, tehát őnek is segítséget kell nyújtanunk. Nehéz téma volt, de muszáj volt beszélni róla, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy ezt vállaltátok, és itt voltatok velünk. Köszönöm Fekete Cseri Zsuzsannának, Fornas István Gézának, és Dr. Sőrédi Pálnak is, és természetesen köszönöm a Fehérvár Televízió nézőjének is, hogy velünk voltak. Családőrzők című műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, akkor témánk a szeretet. Tartsanak akkor is velünk, viszontlátásra! Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.